Sziasztok, üdvözöllek benneteket, én Ullander vagyok, és ma visszatértünk a Battle of Empires-hez, amiről ugye már készült egy videó a csatornán, és nem sikerült megcsinálni a pályát, és őszinte leszek, azóta piszkálja a csőrömet, hogy nem sikerült azt a rohadt pályát megcsinálni, és nehogy már a játék legyőzön, és egyébként is látom, hogy egész jól tetszett nektek a játék, a lájkok számából ítélve, úgyhogy muszáj, tehát német, normál szintű, és az Ozsoviec környéki felderítést szeretném megcsinálni, egyszerűen nem létezik az, hogy nem sikerül ezt a rohadt pályát megcsinálni, hát muszáj lenne, most egy kicsit más taktikával szeretnék nyomulni. Ugye az előző részben azt csináltuk, hogy felmentünk arra északnak, és mi voltunk az első védvonal, és ugye hiába volt, és ugye mögöttünk volt egy csomó szövetséges, tehát német katona, de ők voltak a gépi katonák, és hát ugye ők lennének azok, akik a könnyen feláldozható egységek lennének. Most nyomunk is a continue-ra, és most már elő is van véve a térképünk. Tehát ők lennének nyilván a könnyen feláldozható egységek, akik itt vannak elő. Na már most nekünk nem itt kellene lennünk, nem az első sorokban kellene védekeznünk, hanem itt hátrébb kellene egy kicsit védekeznünk. Én azt gondolom, úgyhogy fogjuk is gyorsan magunkat, és akkor azt mondjuk, hogy egy pár, mondjuk kettő ember indulás befelé a géppuskafészekbe, nem, hanem balkattal indulás befelé a géppuskafészekbe. Van-e még máshol valamilyen olyan felszerelés, ami jól használható lenne? Ugye itt van még egy ilyen gránátvetőcusz, de az lehet, hogy már egy kicsit túlságosan közel van a állásokhoz. Jó, ők mennek oda, és ti, figyeljetek, nem akarok beleszólni, de szóval ti forduljatok. Miért nem tudlak benneteket irányítani? Jó, minden esetre haladjunk egy kicsit itt a védekezéssel, szóval ti menjetek oda. Indulás, úgy, jó, és akkor kellene nekem még kettő, mondjuk ilyen puskás ember, ti oda, úgy, jó, jobbkattal elkattolunk, és akkor ti ketten pedig menjetek ki ide, jó, és akkor rátok kellene azt, hogy figyeljetek, csak ti emeljétek ezt fel, így, jó, és forduljatok át ebbe az, nagyon érdekes, hogy aha, jobbkattal tudom ezt beállítani, nem, forduljatok még, így, jó, oké, stop, most rakjátok le, oké, jó, érkezik az orosz ellentámadás innen északról, úgyhogy nem baj, fogjuk emiatt strapálni halálra magunkat, mondjuk még nem, hanem így ti hárman pedig ugye gyertek be ebbe az ágyúba, mert ugye ez a múltkor egy jó ötlet volt. Nem ez a géppuskállás érdekes, hanem ez a géppuskállás, emeljétek meg, köszönöm, és fordítsátok be oda hátra, bújni, és akkor rakjátok is be. Jó, ez most így egyenlőre jónak tűnik, és a többi egységemet pedig azon gondolkozom, hogy lehet, hogy meg kellene próbálni csak így szimplán hátra hagyni. Legalábbis nem a szó szoros értelmében hátra hagyni, hanem hátul hagyni. Mondjuk nyilván azért egy kicsit védettebb pozícióban, mondjuk az embereimnek nagyjából a fele az bejöhet ebbe a sácba védekezni. Az embereimnek a másik fele, jó, mondjuk nem teljesen a másik fele, mondjuk az alsó része az bejöhet ebbe a sácba védekezni. Jó, itt az ágyú az pedig szépen állja a sarat. Az ágyút most már szerintem nem nagyon van idő hátrahozni, de majd ezzel lehet, hogy meg kellene próbálkozunk, és ti pedig meg mondjuk maradjatok itt hátul ebben a bokorsorban, és próbáljatok meg, sőt nem is bokorsorba kellene benneteket majd behozni. Ti bent vagytok most? Aha, itt vagytok, jó, szóval benneteket lehet, hogy nem is bokorsorba kellene behozni, hanem szimplán oda hátulra beállítani, így jó kis leszünk szerintem. És akkor itt ez az ágyú eddig egyelőre úgy tűnik, hogy egész szépen védekezik, itt az emberek pedig ebben a kis géppuskafészekben majd remélhetőleg úgy fognak tudni lőni, hogy az megfelelő legyen. Jó, nézzük, hogy ezen az oldalon hogy állunk, hé, te! Mit szólnál, hogyha bemennél a fedezékbe? Nem akarok túl
túlságosan, nem akarok túlságosan beleavatkozni a dolgaidba, de szerintem az egy jó ötlet lehetne. Jó, és úgy tűnik, hogy egyenlőre a gépi egységek azok szépen tartják is itt elől a frontot. Jó, oké, és akkor ezt a pontot kellene megvédenünk, de ez egyenlőre működik. Jó, igen, ez az ágyú itt egy jó döntés volt. Kár, hogy nem látom eznek a két katonának itt az életét, de minden esetre ez itt egy jó döntés volt ezt itt megfordítani, meg ezt itt ide beállítani, mert hogyha megnézitek, akkor egyrészt olyan jól lő, hogy itt szét is lövi az ellenségnek a fedezékeit. Figyelj csak! Igen, éppen mondani akartam, hogy oda kellene egy jót lőni, de úgy látszik, hogy hát egy kicsit mellé sikerült trafálni, és téged se értelek mondjuk, hogy te miért ott állsz, és miért nem mész be egy fedezékbe. Jó, egyelőre úgy érzem, hogy jók vagyunk, és mindenkit elmozdítottunk innen, igaz? Mi van ott, ami ott megjel? Ja, jó, oké, ez csak egy lövésznek a hullája. Jó, és basszus, eltalálták a... Orosz tüzérség van valahol? Az nyilván annyira nem jó, hogyha valahol orosz tüzérség van. Jó lenne egyébként kiszaladni ezért a... szükségem lenne, nézzük csak meg, mondjuk egy ember. Ja nem, ti most... Ja nem, ti csak ki lettetek ütve, aha. Ja igen, mondjuk az a baj, hogy ezt pedig nem lehet innen elhozni. Mert nem tudjuk innen kitolni. Tehát az egy kicsit nyűgös dolog. Nem akartok újra tölteni? Ugye itt lenne az, hogy újra töltünk, de... Tüzelési pozíció, és akkor lőjetek. Gyerünk, tűz. Lehet, hogy nincsen benne töltény, de elméletileg miért ne lenne töltény. És akkor tudunk támadási pozíciókat is kiválasztani, tehát csak lőjetek. Jó, oké, most csak szórjátok meg azt a területet, csak úgy általánosságban lőjetek oda, és ezt reméletileg elintézitek. Ugye a térképen a világos kékek a mi egységeink, és 4 perc maradt hátra ebből a védekezésből. Most viszont megindult egy elég ilyen átfogó roham, ami annyira nem jó. Jó lenne majd, hogyha nem sokára már itt a géppuskások is megpróbálnák egy kicsit aktivizálni magukat, ezek a... ilyen, nem is tudom, ilyen Gatling géppuska szerűségek, Maxim géppuskások. Mondjuk egy kicsit gáz az, hogy itt a tüzelési pozíció nem a lehető legmegfelelőbb, mert ezen a kis lukon tudunk csak kifelé lőni. Úgy tűnik, hogy ez az ágyú itt nem sokára el fog esni, úgyhogy emberek, szálljatok ki belőle. Szálljatok ki belőle, és gyertek ide vissza ezt az ágyút, most itt hagyjuk, mert szerintem ennek az ágyúnak itt nem sokára vége lesz, és inkább emberekre van szükségünk, mint sem, hogy ágyúra. Legalábbis ahhoz, hogy itt most tudjuk magunkat tartani. Úgy tűnik, hogy itt most indult be a kis gránátszórónk, úgyhogy itt most ezen az oldalon elég jól tudunk ritkítani. Lehet, hogy majd a gránátszórót el kellene hozni, vagy a gránátvetőt el kellene hozni emelre az oldalra, és igen, itt tűnik úgy, hogy itt már kezdenek betörni a lövész árkainkba, ami nyilván annyira nem jó. Jó is, hogy hátrahoztuk itt a ágyús legénységet, bár mondjuk ide belőni egy kartácsot, az azért egyáltalán nem lenne rossz. Bennetek a ti tüzelési módotokon tudunk-e valamit állítani, nem tudunk másra tölteni, ami egy kicsit problémás, viszont itt ezen az oldalon attól függetlenül úgy tűnik, hogy egész jól tartani tudjuk magunkat. Legfeljebb majd ezt a gránátosokat majd visszahozzuk egy kicsit hátrébb. Ugye itt a bal oldalunk az, ami problematikusabb, és sajnos ezzel a telepített géppuskával sem tudunk mit kezdeni. És jön egy következő támadási hullám is, ami kicsit gáz, lehet, hogy meg kell, sőt, bárjunk, hogy a francba lehetne ezt megoldani. Próbáljuk meg egy kicsit kijebb hozni ezt a géppuskát, így né. Oké, rakjátok le, és akkor kezdjetek el aprítani. Oké, na így most már azért egy kicsit jobban mennek a dolgok ezen a fronton, hogy van egy géppuska fedezetünk, és úgy tűnik, hogy valahol megjelent egy ellenséges tüzérség is, ami annyira nem jó. Jó, nézzük csak, hogy itt talán itt is meg lehetne azt próbálni, lehet, hogy kijebb hozni a géppuskásunkat, a géppuska fészekből, nem tudom, hogy mennyire lehet jó ötlet, de próbáljuk meg, hiszen Amazon az oldalon bejött, tehát akkor itt is be kellene, hogy jöjjön, mondom, kijebb hozni. Gyerünk, emeljétek fel.
Ja, csak ti nem tudjátok, aha, nem tudjátok innen kiemelni, úgy látszik. Jó, mindegy, akkor tegyétek vissza, és akkor próbáljatok meg ügyeskedni. Jó, nem, arra nézzetek inni. Jó, igen, most úgy tűnik, hogy ezzel a gépuskás megoldással a bal oldalt sikerült lefékeznünk, most a jobb oldal a kérdés, sőt a jobb oldalnak is a legesleg jobb oldali része. Ugye itt, de nem, és most elkezdtek lőtávban lenni, tehát átlátod a géppuska fészkünk, úgyhogy azt a részt is tudjuk tartani. Másfél percen keresztül kellene már csak magunkat megvéden, és úgy tűnik, mintha a jobb oldal az kezdene, egy bal oldalon kezdenének egy kicsit a halni az embereink, hol halnak, aha, itt elkezdtek egy kicsikét halni az embereink, szóval meg kellene próbálni, és akkor húzzunk itt kicsit visszább húzni az embereket, hogy remélhetőleg annak a tüzérségnek, aki itt folyamatosan írt bennünket, annak a hatósugarából egy kicsit hátrébb vonuljunk. Igen, és itt pedig most már áttörték az első sáncunkat, ami annyira nem jó, és igen, sajnos tényleg nem tudom kijebb tolni ezt a géppuska fészket, pedig az lenne a jó, hogyha ezt az egész részt itt most be tudnánk lőni, mert ez így tényleg egyáltalán nem lesz jó. Erre az oldalra pedig muszáj ez a géppuska fészek egyszerűen, mert anélkül tényleg elesünk. Tényleg nem tudunk rajta valamit mozdítani, csak egy picikét. Gyertek ide, kérem. Nem tudunk rajta. Jó, oké, akkor rakjátok magatokat vissza, mert egyébként meg meghaltok. 44 másodpercig kell magunkat tartani, szóval az annyira nem vészes. Oké, a gránát dobálóst azt hozzuk hátra. Gyertek. Nem. Hozzad. Ja, egyedül nem tudod megmozdítani? Akkor menj ki, szállj ki belőle, és fuss ide vissza. Jó, hagyd a fenébe azt ott most, megint ember életekre kell figyelni, és nem arra, hogy pontosan hogy állunk. 23 másodperc, és úgy tűnik sajnos, hogy a teljes jobb oldalunk el fog veszni, ezzel nem tudunk mit csinálni, próbáljunk meg utolsó mencsvárként kiszaladni ebből a lövészárokból, ezt muszáj hagynunk veszni, a sokszoros túlerővel nem nagyon tudunk mit csinálni, sőt nem is azt fogjuk csinálni, hogy ide visszavonulunk, és ők lesznek azok, akik a bal oldalnak a visszavonulását fedezni fogják. Jó, itt a bal oldalról már kezdem is hozni visszafelé az embereket, ti is hagyjátok el a lövész árkaitokat, aztán indulás vissza, vagyis a pozícióitokat is, és indulás vissza mindenki, amennyire csak lehet, szépen visszahúzódunk és megpróbálunk egy pozícióban gyülekezni. Ti ezt az oldalt tartsátok, és akkor mindenki más pedig nyomás visszafelé, amilyen gyorsan csak tudunk, mert itt szomorú véget fognak érni a dolgok, hogyha nem így teszünk, és hát tényleg a jobb oldal az pedig itt hősies halált halt azért, hogy a bal oldalunk az rendesen evakuálni tudjon, és úgy tűnik, hogy egész sok emberünknek sikerült itt most kimenekülni. Gyere, nem szabad megállnunk. Oké. Jó, úgy tűnik, hogy akkor ez a visszavonulás sikeres volt, és hát sajnos itt a kozákoknak a roham az lenyomott bennünket, de attól függetlenül tényleg most egész büszke vagyok magunkra, mert sokkal jobb védekezés sikerült letolnunk, mint ahogy előbb sikerült, és úgy tűnik, hogy itt pedig valamilyen ilyen tüzérségi lövedék becsapódhatott, katonáink gyorsan gyógyítják magunkat, és mentés pedig folyamatban van, és induljunk a kezdőponthoz, és ez úgy tűnik, hogy sikerült is, és most nem kaptuk meg a game over kijelzőt, úgyhogy tök jók vagyunk. A fenében nem tudtunk áttörni az orosz védelmi pozíciókon másodjára sem, és jelenthetek? Na nézzük, Friedrich von Gromberg. Igen, jelenthetsz. Report, Lieutenant. Jelentsen, nem tudom kicsoda, tisztnév. Azt mondja, hogy a térképek mutatnak az erőttől balra marsolásokat, mozgásokat. Az orosz pozíciók azok gyengébbek ott, és képtelesek vagyunk valamire. Nagyon jó ötlet, de először fel kell deríteni a pozíciót. Fogd a négy legjobb katonádat, és az ő segítségével este tekintsétek meg, vagy vegyétek fel a... Nézzétek meg a környezetet. Oké, igenis. Kicsit lassú az embereknek egyébként a reakció idejük egymáshoz képest, azt vettem észre a játékban.
Na, ennyi? Vége? Nem, még nincsen teljesen vége. Most kaptuk meg a következő pályát, a fenébe ezek a... Miért jöttünk ide ebbe a mocsárba? Tehát, hogy a fene egye meg ezt az egészet. Miért jöttünk ide ebbe a mocsárba? Ne sírjál már, Hans! Minél gyorsabban megcsináljuk ezt a küldetést, annál hamarabb hazamehetünk. Aztán megihatjuk a kedvenc kolbászainkat, megehetjük a kedvenc kolbászainkat és pálinkánkat. A térkép szerint itt lennie kell valahol a közelben egy falunak. Talán tanulhatunk, vagy talán megtudhatunk valamit a parasztoktól. Menjünk előre és nézzük, hogy hova megyünk. Nem. Mi? Támadjunk és nézzük, hogy hova megyünk. Nincs szükség több megfullasztóra, tehát gondolom itt a mocsárban nem kell más, nem kell az, hogy valaki itt most megfulladjon. Jó? És akkor most ez azt jelenti, hogy megkapom a kapitányságot, és akkor mehetünk? Vagy szeretne még valaki valamit mondani, csak írtó lassan történik bármi. Szerintem jobb oldalon felül rá mehetünk, hogy continue, nem? 3, 2, 1, continue. Oké. És akkor itt van a kis falu, és akkor oda kellene bejutni, és akkor megkérdezni a parasztokat, hogy itt mi újság van. Szerintem, én azt gondolom, hogy szerintem ez egy tök jó játék, és tényleg a visszajelzésekből, vagyis hát legalábbis a lájkokból ítélve azt vettem észre, hogy tetszett számotokra az, hogy ezzel a játékkal játszunk, úgyhogy szerintem még lehetne belőle egy-kettő részt csinálni, pláne, hogy egy ilyen kis történeti szál is van ebben az egészben, és már tényleg érdekelne akkor, hogy itt bent mit mondanak a parasztok, meg nem tudom, hogy ezek itt milyen nemzetiségű parasztok lehetnek, úgyhogy nézzük meg, hogy mi újság lesz itt a következő részben, úgyhogy ezután is elindult egy Battle of Empires sorozat a csatornán, én pedig megköszönöm most a figyelmeteket, jobb oldalon felül megtaláljátok a szokásos linkjeinket a feliratkozáshoz, a következő rész, az előző rész, ez a sorozatnak a lejátszási listájához, valamint a további sorozatokhoz is, úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmeteket, búcsúzom tőletek, Hullander voltam. Sziasztok!